A vadkár elkerülése érdekében fontos a téli vadetetés. A vadállomány téli etetése elengedhetetlen az állatok jó kondíciójának megőrzése érdekében. A vadon élő állatok ellátása megfelelő mennyiségű és minőségű takarmánnyal ugyanakkor jelentős munkát és anyagi erőforrást igényel a vadgazdálkodóktól. A téli takarmányozás időtartama rendszerint 100-120 napig tart, de az időjárási viszonyoktól függően ez az időtartam változhat. A vadgazdálkodás szempontjából alapvető az, hogy azokon az időszakokon átsegítsük gondoskodással, ami például a téli évszakot jelenti. Sajnos néha nyári évszakban meg a víz ellátással kell besegíteni. Most, ha a téli évszaknál maradunk, október elejétől kezdve folyamatosan etetjük a vadetetőket, feltöltjük őket. A Nagy Kunvadász Társaság területén több mint 150 vadetető van elhelyezve, ami egyrészt szemes takarmányokat jelent ellátás szempontjából, valamint szálas takarmányokat. A szemes takarmányt már felvették a vadak, ez az nyilván értem elsősorban a fácánt, az őzet. A nyulaknak még telített asztal van tulajdonképpen, mert az esős ősz az kihozta a növényeket a állópartakon, a szántóterületeken, a betakarított kukoricaföldeken, napraforgó földeken megfelelő tápanyagot talál magának, de egyre jobban rákényszerül arra a vadásztársaság, hogy biztosítsa azokat a takarmányféleségeket, amelyek a vadállomány átterelése szempontjából, a kondíció megtartása szempontjából fontos. Nem tudjuk még, milyen tél lesz, az előjelzések szerint az átlagnál nehezebb télre számítunk, ezért a biztonság kedvéért úgy készítjük fel a vadállományt az átterelésre, hogy kondícióba, tartalékokba megfelelő legyen, ezért a ablaktakarmányok, a száros takarmányok, de ennek megfelelően látjuk el. Elmondható az, hogy a fácánállomány utóbbi idők legjobb szaporulatát mutatja, ugyanez vonatkozik a nyúlra, az őzállomány stagnál, sajnos a nagy szélsőség az a őzállománynak nem mindig kedvez, mert nem találja meg a ivó vizeket, és hát ezeket kell pótolni, amennyivel ez lehetséges. Itt igyekszünk vízzel, lédús takarmánnyal, a vetésszerkezetbe adódó lehetőségekkel biztosítani a vadállomány számára azt a megfelelő minőségű ellátást, ami arra alkalmas, hogy a vadállományt fent tudjuk tartani. A vadgazdálkodás szempontjából a vadászati lehetőségek megvannak. Sajnos a vírus miatti problémák miatt elmaradtak a bélvadászok, ezért a vadgazdálkodás szempontjából alkalmazkodnunk kellett a helyzethez. Így a helyi vadászok, illetve a magyar vadászok előtérbe kerültek vadászati szempontból. Gazdaságilag megszorításokat kellett alkalmaznunk. A vadászárság tulajdonképpen fenntartható módon versenyképes maradt, és hát működik, és ellátja a feladatát, ami az állami vad gazdálkodásból adódó feladat, ami a helyi vad gazdálkodásból adódó feladat, meg egyáltalán a vadászoknak a természetvédelmi jellegű tevékenységét, a vadászati lehetőségének a kiszélesítését, illetve fenntartását biztosítja. Összességében elmondható az, hogy a vadásztársaság ellátja a feladatait jó színvonalon, és még annyit lehetne elmondani, hogy a vízivad vadászata nálunk december 1-től indul, sajnos, ezért a jogalkalmazó a vadászati törvény vonatkozásában sajnos hátrányosan érint bennünket, hogy a vadliba vadászat csak december 1-től történhet, holott máshol október 1-től. Tehát itt koncentrálnak nálunk a vadállomány, és sokszor jelentős mezőgazdasági károkat okoz, aminek az orvoslásának a megoldását meg kell keresnünk mindenképpen. Tettünk javaslatokat, bízunk benne, hogy a vadászati hatóság megfelelő bölcsességgel figyelembe fogja ezt venni. A rőt vadak takarmányadagját, a szénát például az állatok napi szükségletének megfelelő mennyiségében kell kihelyezni az etetőbe. A vaddisznó takarmányozását akkor kell rendszeresen és intenzíven végezni, amikor a magtermés gyenge, illetve magas a hútakaró. Meglepő az, hogy a vaddisznó állomány a sok éves átlagtól képest több, nagyobb állomány van. Ennek megfelelően a vadászat áról folyamatosan gondoskodunk, mint dúvad
írtásra, hiszen az ASPE betegséget terjeszti. Ezért a minimális ösztönzők mellett megéri, hogy a vadásztársaság nemzetgazdasági céloknak megfelelően ritkítse ezt a vadállományt. Tehát a szokásosnál több van, nem tudjuk pontosan az okát, csak sejtjük, de állandó jelleggel vadásszuk, tehát ilyen szempontból ez nagyon fontos. Ami pedig a sakált, illetve a nádi farkast illeti, az is az utóbbi időben a mi helyzetünket is rontotta, de a hivatásos vadászok, illetve a sportvadászok együttes tevékenységével ezt az állományt szinten tudjuk tartani, tehát túlszaporodásról nincsen szó, és hát úgy gondolom, hogy a megfelelő szervezéssel, odafigyeléssel, megfelelő vadászszenvedélye és a természeti törvények figyelembevételével szinten tudjuk tartani ennek a jövevény vadnak, ami valamikor őshonos volt. Ennek az állományát. Azokon a területeken, ahol a vadkár elkerülése különösen fontos, az életfunkciók fenntartásához szükséges mennyiségnél több takarmányt érdemes kitenni. Megfelelő földterületen rendelkezünk a megtermelt terményeknek a előállítására. Ezek a termények rendelkezésre állnak, több mint 60 tonna ablaktakarmány áll rendelkezésre, illetve melléktermékek, amik kb. Egy olyan 15-20 tonnát jelent, amit már nagy részt ki is szállítottunk a vadak számára, így a folyamatos takarmányellátást biztosított. A vadásztársak megfelelő hozzáállásával, illetve a korrekt magatartásával, sportszerű hozzáállásával fenntartható a fejlődésünk, tehát gyakorlatilag a vadásztársaság gazdasági helyzete stabil. A 90 tagú vadásztársaság a vadászati lehetőségét tekintve inkább bővült, mint szűkült, hiszen a bélvadászok elmaradásával a helyi vadászok előnyhöz jutott a bizonyos értelemben. Az apró vadak esetében szintén fontos a téli etetés. A fácán gazdálkodásban például a madarakat az ellátás során olyan területekhez lehet kötni, ami a legjobb védelmet nyújtja számukra az időjárással és az ellenségekkel szemben.